Köszöntök mindenkit! Ha már egy 10 perces videóban a pengő érméket is áttekintettem, úgy gondoltam, hogy a korona érmékre is sort keríthetek, úgyhogy most ezeket mutatom be szintén egészen röviden. A korona érmék története még kaotikusabb, mint a pengőké, viszont hasonló a történetük. Mind a kettővel az történt, hogy a világháború miatt elértéktelenedtek, és ezért gyakorlatilag meg kellett őket szüntetni. A koronát 1892-ben vezették be, Vekerle Sándor pénzügyminiszter tervezete alapján. Itt jelent meg először a fillér, mint váltópénz, amely ugye a 90-es évek közepén aztán meg is szűnt. Tehát jóformán 100 évig létezett fillér, mint váltópénz, és több valután keresztül. Tehát a koronának, a pengőnek és a forintnak is a fillér volt a váltópénze. A fillérek részből vagy nikkelből készültek, az 1, 2 és 5 koronások ezüstből, a 10, 20, 50 és 100 koronások pedig aranyból. Természetesen ugyanúgy, mint a pengőnél, a világháború miatt ezek az érmék aztán a fillérek esetében átváltoztak vasra, alpakára, tehát sárgarézre, stb. Az érmék a körmöcbányai pénzverdében készültek, ami a világ egyik legrégibb pénzverdéje, a Trianon miatt átkerült Szlovákiához, és 1918-ban verték ott utoljára a pénzeket, és utána átmentették Budapestre a gépeket is, körmöcbányáról, meg a személyzetet is, még készült néhány korona érme körmöcbányai verdejellel, tehát mindenhol ott van a KB verdejel, a pénzérméken, tehát Budapesten is még KB verdejelű koronaérmék készültek, utoljára 1920-ban, 21-ben vertek érméket, bár ez itt egy tévedés, a korona 1926-ig volt érvényben. Csak addigra annyira elinflálódott, hogy érmék már nem volt a forgalomban, jó pár évig csupán papírpénzek. A filléreken mindig a Szent Korona szerepel, az ezüst koronákon mindig Ferenc József portréja, az aranypénzeken pedig az uralkodó álló képe. Az egy és a két fillér, mint mondtam, bronzból készült, aztán a két fillér már vasból, a tíz fillért is át kellett váltani sárgarézre vagy vasra a világháborúban. Először Magyarország a koronavaluta élettartama alatt csinált forgalmi emlékérméket, ugye később a pengőnél is voltak forgalmi emlékérmék, a forintnál meg aztán pláne, hogyha a mostani 50 forintosokra gondolunk, de az első forgalmi emlékérmét 1896-ban bocsátották ki 1 millió darabban az 1000 éves Magyarország évfordulójára, és Árpád bejövetelét ábrázolja. Egyébként akkora volt, mint a rendes egy koronás. A másik két forgalmi emlékérme, az öt koronás és az ezüst öt koronás és az arany száz koronás Ferenc József megkoronázásának évfordulójára készült 1907-ben. Egyébként azt tudni kell, hogy ezek az érmék, legalábbis azoknak kibocsátáskor, a világháborúsokat már nem nevegyük figyelembe, méretükben, technikai paramétereikben teljes egészében megegyeztek az osztrák pénzekkel. Tehát ugyanekkora volt az osztrák egyhalleres, ugyanekkora volt az osztrák egykoronás, és ugyanilyen fémből készült, stb. Az egykoronás az 83,5%-os ezüstből készült, míg az ötkoronás az 90%-os ezüstből. A pengőnél is felhívtam a figyelmeteket arra, hogy nagyon sok változat létezik. A koronára ez még inkább érvényes, ugyanis tudni kell, hogy minél régibb egy pénz, annál kevésbé kifinomult és kevésbé fejlett a technológia, amivel készülnek, ergo sokkal több hiba, sokkal több változat születik egy-egy érméből. A koronákból is több verőtővel készült érme van, a peremirat nem mindig sikerül, látjuk, hogy a peremirat sokszor bizalmam az ősi erényben, ezek néha kimaradnak betűk, tehát nagyon sok változat van. Ráadásul az aranypénzeket és az ezüstpénzeket nagyon sokan gyűjtik, azok rendkívüli szépsége miatt, ezért nagyon sok az utánveret és a replika, amelyek nem hamisítványok, és nem mondjuk részből készült, ezüstözött meg aranyozott érmék, persze olyanok is vannak, utánveretek és replikák,
Úgyhogy az embernek nagyon tudnia kell, amikor beszerez egy ilyen érmét, hogy nehogy, ha csak nem ez kifejezetten a szándéka, nehogy replikát vagy utánveretet vegyen. Ebből az 5 koronásból például létezik kínai replika, a 20 koronást pedig nagyon sokan ma is befektetési céllal vásárolják. Az 1918-ban vert 20 koronás az sok szempontból rekorder. Először is ekkor csináltak belőle nagyon sok darabot, de aztán beolvasztották, mivel a háború után már semmi értelme nem volt a nemesfém pénzeknek, csak néhány darab készült belőlük, ellenben negyedik Károly szerepel rajta, az utolsó magyar király, és több millió forint jelenleg az értéke, olyan ritkának számít. Ugye az, hogy kikerültek az első világháború végén az aranypénzek a forgalomból, az olyan szempontból nem csoda, hogy gyakorlatilag ez volt az a korszak, amikor jóformán a világ összes országában végül eltűntek az aranypénzek. Az ezüstpénzek azok még vagy 50 évig tartották magukat. A századfordulón ez a valuta, az osztrák-magyar korona volt a világ egyik legerősebb valutája. Aztán persze az első világháború megkezdésével folyamatosan inflálódott, és jóformán a világ egyik leggyengébb valutája lett. A 20-as években, sőt már a 10-es évek közepétől is gyakorlatilag eltűntek a fénypénzek, és csak papírpénzek és szükségpénzek voltak forgalomban. A 4. Károlyos 20 koronának más volt a felirata, immár nem bizalmam az ősi erényben, hanem harcban és békében a nemzettel, a hazáért, ez volt a felirat. Magyarország végül 1926-ban kénytelen volt beszüntetni a koronát és egy új valutát létrehozni, a pengőt. Erről már egy másik videóban beszéltem. Azt is nézzétek meg, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszenek ezek a videók. Köszönöm a figyelmeteket, és további hasznos gyűjtést kívánok!